Na, visszatértem. Az lett a program végül, hogy átnézek itt a fürdőben mindent, és kiválogatom, hogy mi az, ami kell még, amit tényleg el fogok használni, mi az, amit esetleg elfelejtettem, mert tudja, hogy van olyan. Úgy tele vagyok cuccokkal, hogy az hihetetlen. Úgyhogy mindent át kell nézni tényleg, rendszerezni egy kicsit, lehet, hogy már valami lejárt, vagy megromlott. Na ja. Úgyhogy kipakolok most mindent. Úgyhogy annyit már csináltam, hogy ide a tisztítószereket már berakosgattam, úgyhogy azt most nem veszem ki még egyszer, hogy lássátok, de azért még elég nagy az üresség, sok mindenről nem maradtatok le. Nekünk nincs olyan túl sok tárolónk ebben a fürdőszobában, igazából maga a fürdő is nagyon picike, úgyhogy ez a rengeteg cucc el se fog férni egyébként. Tehát egy csomó minden volt így zacskókban, amit most itt láthattok. És ez csak egy, és nehéz. És van még egy, meg ebben a tartóban, amik vannak, arra majd mindjárt ráközelítek. Illetve most, amit kitaláltam, hogy itt még van a sarokban egy kicsi hely, oda akarok valami tartót, és hát ahogy nézelődtem, mi az, ami oda befér, mert tényleg rohadt kicsi ez a hely. Egy CD állvány, igen. Úgyhogy erre esett a választásom. Néztem most az itteni Vaterán valamit, és van valakinek eladó, amit nem is használtak. Ugye ezek már nagyon mennek ki a divatból, mert nem nagyon vannak az embereknek CD-ik. De eddig nem találtam olyat, ami ne lenne tele ilyen rácsokkal. Az meg ugye nekem nem túl praktikus, de most találtam egy másikat, ami szerintem jó lesz. Nem tudom, holnap megveszem, igazából nem kerül sokba 10 euró, tehát 3000 valamennyi. És elvileg méretileg pont passzol ide, hát reméljük. Nem, amúgy lemértem, tehát ez most biztos, hogy jó lesz. Amit nem tudok, hogy tényleg jó lesz-e arra a funkcióra, amit én elképzeltem neki, hát majd valahogy megoldom, de nagyon sok cuccom van, tényleg rendszereznem és szortíroznom kell egy kicsit. Úgyhogy szerintem kezdjük is. Na, haladok, most ezt a tartót kipakoltam, úgyhogy minden itt van. Hát megpróbálom nagyon gyorsan legalább a sminkeket kiszortírozni, mert ugye volt, aki kérte, hogy csináljak a sminkkollekciómról videót. Úgyhogy az összes ilyen sminkes dolgot ebbe a dobozba belerakom, ha belefér. Szerintem nem. De megpróbálom a nagy részét hamar arrébb tenni, hogy legalább le tudjak ülni, mert most egy talpalatnyi helyem sincs. Úgyhogy ez az első sminktáskám, ez egyből megy is oldalra. De még nem vagyok előrébb. Na, sikerült annyi helyet felszabadítanom magamnak, hogy le tudok ülni, és talán a fény is most egy kicsit jobb. Azért sok helyen még mindig nincs. Hú, hát nagyon gyűlik, ez egyelőre még csak smink. És egy csomó minden még konkrétan a Catrice adventi naptárában van, mivel ugye az egy jó nagy doboz volt, és oda be tudtam haigálni egy csomó mindent. Úgyhogy érdekes videó lesz. Hihetetlen, hogy mennyi nejlonzacskóm van. Nejlonzacskó a nejlonzacskóban bezacskózva. Olyan vagyok, mint a kőhalminak az anyja. Nem tudom, hányan nézitek a kőhalmit, én imádom, és ahogy mindig az anyjáról beszél a zacskós néniről. Hát nem tudom, kezdek rá nagyon hasonlítani. Zacskó! Köztes állás. Most ennyi cucc van.
Ez itt egy rész, itt előttem vannak még dolgok. Csodás. Itt a sminkek. És még van egy teljes szatyrom. Jézusom, Linda, mit csinálsz? Kész! Minden a földön van. Hát, nagyon durva, ami itt körülöttem van. Azt sem tudom, hogy álljak neki. De most komolyan, mit csináljak ezzel? Menjünk egyesével, mi az, amit egyből ki tudok szortírozni. Bocsi amúgy, hogy le van vágó a fejem, csak nem tudom normálisabban beállítani a kamerát. Így is nem tudom, hogy fogom megvágni ezt a videót, mert szerintem két napba fogom berakni, akkor is, ha egy nap volt, mert úgyse történik minden nap valami, és ez nagyon hosszú lesz. Az a baj, hogy egy csomó minden az ilyen raktározós cucc, tudjátok, hogy éppen le volt árazva, akkor vettem belőle kettőt, vagy olyan dolgok, amikben mondjuk bevásárolok, hogyha Magyarországra megyek, és most ugye jó is, hogy vannak, mert nem fogok tudni egy ideig menni, de hát elég sok így, és ezt tárolni, ezt elég nehéz. Na jó, hát kezdjük az ilyen dolgokkal, ugye ez mindenkinek kell. Na, leállítottam a kamerát egy pillanatra, amíg elgondolkoztam, hogy el tudok-e futni. És milyen jó, hogy így tettem, mert pont abban az egy percben elkezdett ordibálni a szomszéd annyira, hogy azt tudni hallottátok volna. Na, de most reméljük, szomszéd nélkül menjünk tovább. Be kell valljam, nagyon-nagyon nehéz dolgom van. Tök jó, ezt meg ezt ki tudom szortírozni egyből, mert már nem vagyok szőke. Ezeket akkor használtam sokat, amikor ilyen platina szőke hajam volt. Ugye hamvasító sampon, meg ez egy ilyen hamvasító pakolás, ilyen hab. Ezek szerintem tök jók egyébként. Ez az Igóra, ez pedig a Séri Expert L'Oréal-tól van egy ilyen silver sampó. Egy ilyen ezüst sampon. De most már ugye nem kell. Most egyébként nem tudom, mennyire látszik. Próbáltam a tegnapi videóban is hangsúlyozni egy kicsit, mert most kétszer nem használtam ezt a Marianilla pakolást, amit már mutattam nektek, és így látszik, hogy itt még szőke. Csak itt most nem olyan jó a fény, de itt talán még látszik, hogy ez amúgy szőke. De most már nem kell az ilyen hamvasító dolgokat használnom, úgyhogy még megkérdezem egy szőke barátnőmet, hogy kell-e neki, ha nem, akkor pedig kidobom. Tök jó, már két dolgot kiraktam. Van itt ilyen arctisztító kendő, én ezeket nem nagyon használom, anyukám vette nekem egyszer, de hát látjátok, hogy nem sok fogyott belőle. Szerintem ez már beszáradt, de lehet, hogy nem. Igazából még nem, akkor még megtartom, mert valamihez azért jól jöhet, hogyha valamit le kell törölni, csak nem feltétlenül siminket, mert arra szerintem nem olyan jó. Viszont például utazáshoz ez nem rossz, mert ugye amikor nem tud az ember annyi folyadékot vinni, én például Hongkongba ilyeneket vittem. Bár nem is használt annyira jól, és néha egy nagyon elkenődött a sminkem, és nem tudtam leszedni semmivel, mert ugye nem vittem sminklemosót, de hát valami azért a semminél több volt. Hát akkor ez még marad. Jaj, nem, még itt is vannak dolgok. Kézkrém, ez mehet ki. Az éjjeli szekrényem amúgy tele van kézkrémmel, mert annyira kiszárad a kezem, hogy konkrétan ilyen októbertől február-márciusig berepedezik, fáj, szétszakad az egész, vérzik is, borzalmas. Úgyhogy minden este be kell kennem a kezeimet. Itt találtam egy ilyen tartót, amit jól így fel tudok tenni a szekrény tetejére,
Csak még ki kell takarítanom, mert tiszta por. Ezt majd később. Na, itt van egy rakat naptej, ezeket arrébb rakom, de nyilván ezek még kellenek. Hát idén ugye nem fogyott belőle annyira sok, mint amennyi szokott, mert most nem tudtam sehova utazni. Pótkefe fej az elektromos fogkeféhez, ezt ugye nyilván meg kell tartanom. Kétszer. Arra jutottam, hogy összeszedem az ilyen mini utazós kiszereléseket, és belerakom az egyik szeretett zacskómba, és szerintem leviszem őket a pincébe, mert nem tudom, hogy mikor lesz újra lehetőségem utazni, és addig akkor itt ne foglalják a helyet, de oda bármikor leszaladhatok, hogyha kell. Ez szerintem nem rossz ötlet. Na, nézzük, mit tudok még így delegálni. Semmit. Na már. Istenem, mi ez? Sziasztok, Linda vagyok. Van egy problémám. Mindent gyűjtök. Nem, amúgy nem, de nem tudom, most nagyon összegyűltek. Fú, de hát nyilván a rengeteg adventi kalendárium sem segített a dolgon. Hajvasaló. Fú, valahogy fel kell gyorsítanom, különben soha nem végzek, és ennek a videónak sem lesz soha vége. Na, még egy dolog, amit kirakhatok, ez a néve a testápoló már nagyon régen megvan, szerintem egy-másfél éve, és nem igazán nyúltam hozzá, még elég súlyos, nem sok hiányzik belőle. Úgyhogy ez ki lesz selejtezve akkor. Na, két folyékony szappant tartalékba, egy ilyen palmolívos. Ez pedig az Yves Rocher-től van, a Kevin nagyjától kaptam ezt is tavaly karácsonyra, úgyhogy ez most pont aktuális is lesz. Majd kicserélem szerintem azzal, amit most használunk, mert ez mégis nagyon ilyen karácsony is, és hát miért ne használjuk már, hogyha kaptuk. A dezodorokból ugyanúgy van raktárkészlet, ezt is félre rakom. Na, jöhet valami érdekesebb, a maszkjaim, ezek is jelenleg így zacskóban, de én nagyon nagy maszkgyűjtő vagyok, én imádom az arcmaszkokat, úgyhogy van is bőven. Én olyan naívan úgy gondoltam, hogy összegyűjtöm nagyon okosan az összes ampullámat ebbe a kis tárolóba. Hát nem jött össze, mert nem fér bele az összes, még maradt ki 3 darab. És akkor még olyanokat nem is számoltam bele, amik az adventi naptárokból vannak, úgyhogy nem tudom. Eddig a Revolutionnek az egyik ilyen dobozkájában voltak, de lehet, hogy visszakörülnek oda, mivel nem vagyok előrébb bele, hogy ebbe beleraktam. Vagy lehet, hogy csak ezt a 3-at még belerakom, és ezt most már tényleg nagyon hamar el kell használnom, de már egy csomót használtam belőle, tehát hogy nagyon sok. Pedig nagyon szeretem ezeket az ampullákat, csak mostanában felváltotta őket az Ordinary-nek az egyik szérum, és mostanában ezt használom inkább, de majd azokkal is most már igyekeznem kell. Hát tényleg minden napra jut valami. Várjatok, találtam még egy ilyen tárolót, akkor mégis ebbe fogom rakni az ampullákat. Hát nagyon durva, amit én itt véghez viszek. Szóval a maszkok, ehhez most inkább leveszlek titeket, és megmutogatom őket egyesével, mert annyi van. Van itt a Baleától ez a Q10-es ampulla. Én ezeket nagyon szeretem, szerintem annyira jó. Már nem az elsőt használom belőle, nem is tudom már hányat elhasználtam, és mindig újra veszem, szerintem nagyon jó. Hát az ilyen izana, jángos maszkok engem annyira nem győztek meg, nem tudom, az izanások nekem nem annyira jönnek be.
Ez az aranymaszk, ez ugyanaz, ez a Sebenstől. Ez sem túlságosan jött be. Ezek még valami termékminták, amiket el kéne, hogy használjak, de nem biztos, hogy lesz belőle valami. Ez viszont nagyon jó a Baleától. Ilyen fehér agyagos és cinkes maszk. Ez szerintem nagyon jó. Én ezt sokat szoktam használni. Ezzel együtt, ami szintén nagyon jó, ez a holdtengeri maszk. A Balea maszkjai általában jók, de nekik is van sok ilyen meh. Például ez a sok limitált kiadás, nagyon sokszor nagyon jó az illatuk, de sok mindent nem csinálnak, és én néha még allergiásan is reagálok rájuk, nem tudom, valószínűleg a túl sok illat. Úgyhogy mindig beugrok neki, és aztán mindig megbánom, hogyha ilyen különleges Balea mini maszkokat veszek, mert ezek soha nem jönnek be. Viszont ez a kettő, ez tényleg mindig jó, és többször is újra vettem már őket. Ez nem annyira jött be a Baleától, de sokkal jobb, mint egy csomó másik. Tudjátok, ilyen mit eszel tapasz. Van például itt valahol... Igen, ezt még Hongkongban vettem. Hát ez egy akkora csalódás, hogy szépen fejezzem ki magam, hogy én ezt szerintem ki is dobom most, mert annyira abszolút semmit nem csinál, nem is tudom, mennyi van még benne. Hát egy darab, úgyhogy ezt kidobom tényleg, mert ez nem jó. Oké, akkor a Jim Jamesnek azt hiszem talán még ez volt a legjobb közülük, de ez se nagyon. Én nem tudom, én nem találtam olyan póros tisztító tapaszt, amit tényleg kiszedné a dolgokat. Legalábbis ami a magyar piacon elérhető, ott nem. Viszont Ázsiából, igen. Na, ezt még nem próbáltam. Ezt csak megvettem, de még nem jutottam el odáig. De ez is a Tony Moly-tól van. Nekik jó cuccaik szoktak lenni, úgyhogy szerintem ez nem lesz rossz. De viszont, ami tényleg nagyon-nagyon jó, ez a Peak Clear, a Holika Holikától, ez annyira jó, ez az egyetlen szerintem, ami segít, de ha ti tudtok olyat, ami a magyar piacon is könnyen elérhető, és nektek tényleg bevált, és úgy, hogy nem két miteszeretek jön ki egy hónapban, hanem tényleg brutálisok, mint nekem, akkor kérlek írjátok meg, mert tényleg örülnék neki. Addig is kénytelen vagyok ilyeneket rendelni. Úgy látom, én hülye vettem még egyet ebből, vagy lehet, hogy ez már üres. Nem, még egy darab van benne. Hát én akkor ezt szerintem fel is rakom ma, és akkor ki lehet dobni. Igen, ezt elhasználom ma. Jó, akkor mehet ki ez is. Hát, ezek nem tudom, ezt még félre rakom, hát ha egyszer eljutok oda, hogy kipróbáljam. Nem biztos. Van itt még egy izanás maszk, hát ennek már az egyik felét elhasználtam, úgy emlékszem, hogy nem nagyon csinál sok mindent, de igazából nem is bántott, olyan semmi igazi hatása nem volt. Jaj, de jó, megint van egy ilyen limitált kiadású, de ez igazából nem is DMS, ez Rossmannos, de szerintem ez se csinál sok mindent. Na jó. Mi van még itt, ez mi? Az termék minta, viszont ez is ilyen ampulla, egy vagy két darab van benne, egy darab. Na, ezt majd elhasználom, ez szerintem jó lehet. Na, akkor itt van még egy szatyor, illetve még itt alatta is vannak dolgok. Oké, ez is valami ázsiai maszk, nem tudom. Milyen márka, na ezen nincs rajta semmi olyan nyelven, amit én értek. Kivéve annyi, hogy Pure Smile Essence Mask, oké. Ezt szerintem én még Japánban vettem, úgyhogy az azt jelenti, hogy el kéne használni hamarosan, mert ott már 2 éve voltam. Bár nem hiszem, hogy ezek hamar megromlanak, de ebből nem tudok kibogarászni semmit. Jó. Thermo Arc Mask, ilyen melegítős. Na, ez amilyen hideg van, szerintem nem fog ártani hamarosan. Mi van még itt? Fú, még ez is
hongkongos vagy japános bevásárlás volt. Egy kollagénos maszk. Egy retinolos maszk. És még egy retinolos maszk. Oké. Rengeteg minden gyűjtök, szerintem amúgy még nem vagyunk kész. Hopp, itt úgy látom, egyszerre felejtettem használni a harmadik lépést ebből a három lépésesből. Oké. Még egy balea maszk, ez nem tudom. Teafa olajos. Na, erre most nem emlékszem, hogy ez jó-e vagy nem, de mivel ez nem ez a limitált kiadás, szerintem ez jó. Ó, ez a másik kedvencem, amit így pattanásra kell rárakni, tudjátok, ez a kis tapasz, és hogy elvileg reggelre elmulasztja. Na hát, ez sem nagyon csinál soha semmit. Még van rajta egy pár, akkor ezt még megtartom. Itt van még egy lehúzhatós szenes maszk. Hát, ez se annyira jött be. Létezik, hogy csak ennyi maszkom lenne? Á, még itt van ez a Starskin szem alá való arany maszk. Még ezt is ki kell próbálnom. Bevallom, még nem tartok sehogy azzal a videóval, amit mondtam, hogy kipróbálom a ránctalanító termékeket, de most már legalább, hogy itt átnézek mindent, és tudni fogom, hogy mi hol van, majd így neki tudok ülni. Jó, lehet, hogy az ilyen egyszer használatos maszkokból most ennyi van. Akkor ügyes vagyok, akkor használtam őket szorgalmasan, vagy legalább nem vettem újakat. Oké. Termékminta, ez is mehet utazási csomagba. Na, lemerült közben a telefonom, úgyhogy kénytelen vagyok most váltani a kamerára, de megnéztem egyébként, már 52 percnél tartok, úgyhogy fogalmam sincs, hogy fogom megvágni, úgyhogy megpróbálok most egy kicsit felgyorsítani. Egyébként közben hazajött a Kevin, és nyilván ide be kellett jönnie, úgyhogy már mindenhol ott van a haja, bocsánat. Szóval, itt van az ecsettisztítóm, ezt most már szerintem meg is kéne csinálnom az ecseteimet, pláne, hogyha meg akarom nektek mutatni, úgyhogy szerintem ez még esti program lesz. Ez a Carmex aljakápoló, amit mondtam, hogy nagyon imádok, nekem tényleg csak ez használ. Illetve ezt is említettem már, hogy nagyon imádom. A hajkefém. Itt megint egy raktárkészlet dolog, tusfürdő. Vattapamacsok ugyanúgy. Szerencsére ez most már nem fogy gyorsan, mert vettem ilyen moshatóakat, ami szerintem nagyon jó, tehát arctisztításhoz ezt használom, hogyha valamihez kell, viszont ugye körömlak lemosáshoz kellenek ezek is. Ezt ismeritek szerintem mindannyian. Én ezt nagyon megszerettem. Tök kényelmes és hasznos, hogy hátra fogja a hajamat. Ezt a Séri Expert hajpakolást is ajánlottam már nektek. Akit érdekel, visszanézheti az ajándékötletek videóimat, ott kifejtem a pár cuccról a véleményemet. Van itt egy ilyen szérum, amit még nem kezdtem el használni, de most már el kellene kezdeni. Szalicilsavas. Nem tudom, hogyha ti próbáltátok, akkor írjatok róla, de hát nyilván megpróbálom én is majd a saját bőrömön, csak most annyi minden van, amit még ki kell próbálnom, hogy nem jövök hozzá. Ez ilyen hajolaj, kendermagolajjal. Nem vettem észre rajta annyira nagy változást, de nagyon-nagyon finom az illata. Lehet, hogy még egy időbe telik, amíg ez valamit használ. Úgy nem vettem észre, hogy a töredezett hajvégeimen nagyon segített volna. Ez a micellás víz, ez szerencsére már majdnem kiürült, úgyhogy ezt ma holnap elhasználom, és akkor ki lehet dobni. Dezodor, ez is ilyen limitált kiadás volt a Baleától, ez is már majdnem üres. Találtam még egy arcmaszkot, ez egy ilyen koreai márka, az Innisfree, és ez egy vulkános, olvadós maszk igazából. Ez sokat szokott segíteni a miteszereken, csak mindig elfelejtem használni, mert mindig olyan
tasakos maszkokat keresek, amikor maszkról van szó, és elfelejtem ezt a tubusosat, amit vettem még. Nem is tudom, hol vettem, szerintem Hongkongban. Úgyhogy ezt is egyébként el kéne használnom, mert azért az már nem most volt. Van egy ilyen pattanás elleni gélem, amit megvettem, de még nem próbáltam. Illetve még egy szérum, amit szintén megvettem, de még nem próbáltam, úgyhogy nagyon tele vagyok szérumokkal, meg ampullákkal, meg maszkokkal, hihetetlen. Ne már! Emlékeztek, hogy mondtam? Szerintem több adventi kalendáriumos videómban is, hogy de jó, hogy nem vettem szemkrémet, mert annyit kaptam most. Hát most látom, hogy de vettem, csak elfelejtettem. Úgyhogy itt már három terméket látunk, amit megvettem, de még nem próbáltam ki, sőt, négyet. Úgyhogy tényleg nem kéne ennyi mindent vennem. Nagyon sürgősen el kell, hogy kezdjem őket használni. Hát nem tudom, mikor jutok hozzá. Ezt kaptam kipróbálásra a Juvenától. Ez is ilyen ránctalanítós cucc, úgyhogy szerintem összevonom majd azzal a tesztelős videómmal, és akkor nyilatkozok nektek róla. Ezt már mondtam. Ezeket a Kevin anyukájától kaptuk, ez egy kézkrém, ez pedig ilyen normál szappan. Na, ezekhez még nem fogtunk hozzá, de erre mondhatom, hogy ezt inkább ő kapta, tehát használja le ő. Nem, amúgy nem. Na itt van még valami. Nem tudom, ismeritek-e ezt az arctisztító balzsamot a Banilától. Ez annyira jó, nagyon-nagyon jól leszedi a sminket. Csak hogyha belemegy a szembe, és már pedig belemegy, mert a szemsminkre is használom, akkor azért utána egy pár másodpercig kicsit homályosan látok, úgyhogy ez jó lenne, hogyha nem így lenne, de ezt leszámítva én tényleg nagyon szeretem, szerintem nagyon jó. És akkor már, hogy egyben megmutassak mindent, ez után pedig szoktam használni ezt az arclemosót a Baleától, ez is szerintem nagyon jó, ez szalicilsavval és cinkával. Amikor pedig már radírozáshoz van idő, akkor kaptam anyustól ezt az ananász enzimes peelinget. Ez nem rossz igazából, nem karcol, jól tisztít, nem használom annyira gyakran, hetente egy vagy kétszer, meg amúgy is radírozáshoz inkább ilyen radírozós törőközőt szoktam használni. Na, haladjunk is tovább, mert soha nem végzünk. Van még itt szájvíz, én ezt nagyon szeretem a Müllerből, mert ez az egyetlen, ami nem csíp, én nem bírom ezeket az alkoholosakat, ebben nagyon gyerek vagyok, de nem bírom elviselni, hogyha fáj. Ezt a száraz sampont szoktam használni a Baleától. Nekem bejött, és jó az illata is. Még további hajcuccok, a Gliss-Kurtól van kettőm is, ez már nem sokára kifogy. Igazából annyira sokat nem vettem rajta észre, hogy segítene, de viszont, hogyha kimegy a földre, akkor állatira csúszik minden. Ennek meg legalább jó az illata, de ez sem nagyon segített sokat, de ennek teljesen ilyen Lancôme Le Vieux Belle illata van, nem tudom, hogy próbáltátok-e már, de szerintem nagyon jó az illata. Viszont ezen túl sokat nem segít, tehát az inkább ilyen hajparfüm számomra, mint ápolás. Oké, ez egy termék, mint a Lancaster-től. Ez is egy szérum, milyen meglepő. Ezt a tükröt a Revolution-től én mindenképpen ki fogom szortírozni, mert nincs szükségem rá. Van egy ilyen fertőtlenítőszer, hogyha megsérülnénk, ezt lehet akár szájba is, így sem fertőtlenítése, ez elég jó. Ezt leszámítva pedig itt vannak a dolgok ilyen csodás nejlonzacskóban még az adventi kalendáriumokból. Itt a Hippolegeniknek egy pár cucca, de a legtöbb az még a Douglas-es kalendáriumból van, úgyhogy ezeket még ki kell nektek próbálnom. Ezt is mutattam már nektek, ezt az arcmasszírozó rollert, szerintem nagyon jó, én tényleg azóta is tök szívesen használom esténként, amikor kell még egy kicsit kényeztetés vagy ápolás, olyan jól esik, főleg ott az áll élemnél ott lent. Nagyon-nagyon kényelmes. Jó, jó érzés tényleg.
Van itt egy ilyen szemfestéklen mosó, amit be kell valljak, nem nagyon használok, látjátok, nem is hiányzik belőle sok, csak amikor nyaralni voltunk, nem vittem magammal semmit, és kellett valamit gyorsan vennem a drogériában. Úgyhogy ez inkább megmarad ilyen utazósnak, bár ugye a repülőhöz ez a 125 ml-es túl nagy. Hát, amikor így belföldön utazunk, de ez annyira nem lesz elhasználva, viszont kidobni sem akarom. Ezt még megtartom. Még egy tusfürdő, amit most már nem sokára használtunk, mert a miénk ki fog ürülni. Annyi cucc van itt, és tényleg olyan kosz lett, pedig tényleg takarítottam előtte. Itt vannak még a Baleás termékek, azokat most nem mutatom meg külön. Jó polgár lévén van egy rakat fogsejmünk, még nem fogunk kiürülni egy ideig. Aztán itt vannak az ecseteim, amiket igazából most meg sem mutatok, mert már úgy is látjátok, és még meg kell őket tisztítanom. Most én jelenleg ezt az éjszakai krémet használom a Baleától, ez még nekem most szerintem elég, de ez már ráncokra van, de még nem annyira brutál erős. Jön még itt izgi dolog, nem tudom, láttatok-e már ilyeneket, most már konkrétan semmi helyem nincsen, de ezek ilyen flexirolderek a hajban, nekem van többféle is. A nagy részét még Spanyolországban vettem, ott kezdtem el használni őket, és majd lesz erről egy külön videó, de nagyon jó hullámos hajat lehet vele csinálni, illetve göndört. Na, tényleg nem férek már sehova. Most már csak a parfümök vannak hátra igazából. Ebből is nem mutatom meg az adventi kalendáriumosokat, de az a baj, hogy van, ami még nem itt a fürdőszobában van, de most nem tudok innen kimenni anélkül, hogy összepakolnék, úgyhogy megmutatom azt a párat, ami itt van. Ezt egyszer karácsonyra kaptam a Biu-tól, és először azt hittem, hogy nem fog nekem tetszeni, de aztán megszagoltam, és tök jó illata van. Egy az egyben ugyanolyan, mint ez a Victoria's Secret parfüm, vagyis hát ilyen natural spray. Egy az egyben ugyanaz az illat, úgyhogy így most kétszer van meg. Ezen kívül csak egy parfüm van még itt a fürdőszobában, ami szintén nekem régi nagy kedvencem. Nagyon hülyén hangzik, hogy Vampire's Love az Essence-től, de nagyon-nagyon finom illata van szerintem, ez is ilyen limitált kiadás volt. Hú, nagyon régen, 2013-ban talán, nagyon-nagyon rég volt már, de nagyon finom illata van, még van belőle egy kicsi. Ezt néha úgy használom nosztalgiából. Na, nem akarok most már senkit untatni, és igazából az életben nem leszek kész, ezen kívül még hajgumik vannak, de azt is nagyon sokáig mutogathatnám, és valahol lent van a rakás alján, nem fogom megtalálni. Úgyhogy én most elpakolok, azt már nem veszem föl nektek, illetve ez hiába egy napon történt a bevásárlással, inkább külön napra rakom, mert egyszerűen nem lesz vége soha. Úgyhogy a bevásárlást még befejezem a mai nappal, aztán erről csak egy külön napot csinálok nektek. Csak hogy ilyen háttérinfótok is legyen, ez mind egy napon volt, de nem fér bele egy videóba. Na, köszönöm, hogy megnéztetek. Jön majd a sminkes videó is, illetve a Douglas-es ránctalanító tesztelő videó is. Maradjatok velem! Sziasztok!